A kormány 2020. decemberében döntött arról, hogy a kis- és középvállalkozások, valamint egyéni vállalkozók számára elengedik az iparűzési adó felét, ami fontos bevételi forrás az önkormányzatoknak. Máté Antal polgármester reménykedett a kormány kompenzációs döntésében, mivel így érdemi változás nem történik Nyírbátor önkormányzatának finanszírozásában. A kormány döntése, bár még nyilván bizonyos technikai részletek bizonytalanok, de az irány az látszik. Ez pedig azt jelenti, hogy a kormány nagyjából megpróbálja lemásolni az adó fizetés menetrendjét összegszerűségében is és elszámolás tekintetében is. Ami azt jelenti, hogy ugye a cégek is korábban úgy fizettek adót, hogy a korábbi évek teljesítmény alapján becsülték meg az adójukat, majd a következő évben a bevallást követően tudtak pontosan elszámolni, hogy mennyi lenne az adó, és akkor történt egy kompenzáció. Bár sok volt a bizonytalanság a támogatással kapcsolatban, az adófizetés mintájára készült kompenzációs rendszer valószínűleg működőképes lesz, mondta a polgármester. Véleménye szerint az állam támogatása teljes egészében szimulálja azt a folyamatot, ahogy korábban az önkormányzatok hozzájutottak az adóhoz, ami azért is fontos, mert Nyírbátor működésének finanszírozása szempontjából nem tapasztalható majd kiesés. Most ugyanígy fog történni az állami támogatás tekintetében is. Az önkormányzatok kérelmet kell, hogy benyújtsanak a megfelelő szervezetnek. A kérelemben a korábbi évek teljesítmény alapján a kieső adót kérik. Ezt több részletben az állam folyósítja az önkormányzatnak, ugyanúgy, mint ahogy az adót fizették a cégek, és majd 2022-ben, amikor ezeknek a cégeknek, amik a bevétele, adóbevétele kvázi kiesett az önkormányzattól, egy elszámolás korrekció tekintetében le kell zárniuk, el kell számolniuk a támogatással, és amennyiben az adó a tervezethez képest, amit finanszírozott az állam, több, akkor több lett támogatást kap, amennyiben pedig kevesebb, ez valószínűsíthető, mert azért még inkább gazdasági visszaesésnél tartunk, akkor pedig nyilván nekünk kell visszafizetni, és az egy nagyon fontos dolog, hogy ez nyilván kamatmentesen történik. A 25 ezer fő alatti lélekszámú településeknek a szükséges támogatási összeget két egyenlő részletben legkésőbb 2021. június és 2021. október hónapban kell folyósítani. A 25 ezer fő feletti települések kompenzációja tekintetében jelenleg tárgyalási folyamatok zajlanak.